Bár a Mönzsi Bartók Béla kórus megalakulása hivatalosan 1972-re datálódik, a közös éneklés hagyományának megvoltak a maga előzményei is a településen. Korábban már létezett egy vegyes kar ugyanilyen névvel, aminek Ferenc József volt a vezetője, és amit 1956-ban politikai nyomásra meg kellett szüntetni. Aztán 72 őszén Schmidt Józsefné indította útjára újra a kórust. Kezdetben az iskolában a gyerekek között szervezkedett, majd a gyerekek szülei is bekapcsolódtak a munkába, és így alakult meg újra az énekkar. Természetesen egy ilyen ünnepen az alapítóról is megemlékeztek, mi mással, mint egy dallal. A cél nem változott az 50 év alatt sem, részben a közös éneklés öröme, részben a közönség elé tárni egyfajta értéket. És az külön ízt adott a napnak, hogy a Zene Világnapján ünnepelhették a jubileumot. Számunkra ez nem csak a Zene Világnapját jelenti, hanem a kórusunk életében egy történelmi esemény, hiszen 50 éves fennállását ünnepli a Mözsi Bartók Béla női kar. Ha visszatekintünk erre az 50 évre, ugye ez egy ember életében is hosszú, nemhogy egy civil szervezet életében. 35 évig Schmidt Józsefné volt a kórus karnagya, egy kicsit családban maradt a kórus, 15 éve én jó magam vezetem, én örököltem meg ezt az értéket, amit nagy-nagy megbecsülésben igyekeztem tartani, és a kórust megőrizni a mai alkalomig. Egy igazi örömzenére készülünk. Olyan darabokat választottunk, amelyek felölelik az 50 év legkedvesebb, legközkedveltebb, legnépszerűbb műveit. Bő a repertoár, nagyon nehéz dolgunk volt a válogatásban, de nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel készülünk. A tagok véleménye szerint az összetartó erő a mai napig a zene szeretetében keresendő. Erre mondják a kórustagok, szükség van, ez hajtja őket minden nehézség ellenére a következő kihívások leküzdésére. Sikerült a kórus életében jelentős előrelépést tennünk. Itt azért megemlíteném, hogy aranydicsérettel, minősítéssel, gálakórus minősítéssel rendelkezünk. A mai világban ezt nagyon nehéz produkálni, összehozni. A kórus a megyei kórus élet egyik legismertebb együttesévé vált, és nem csak megye, vagy megye szerte, megye határon túl is, de országosan is elismerté váltunk. Komoly szakmai munka folyik, és mi igyekszünk a hagyományos kórus irodalmat reprezentálni, közönség elé tárni, egyfajta értéket közvetíteni, és úgy gondolom, hogy egyfajta ízlésvilágot is kialakítani. A jubileumi koncerten beszédet mondott Apelszófer Ágnes Tolna polgármestere is, aki maga is tagja volt az énekkarnak. Akkor, amikor alakult, akkor Mözs még önálló település volt, tehát a mözsi kórus, az most ugyan már tolnai kórus lett belőle, de hát mözsükben még, vagy nevükben mégiscsak mözsiek, és nyilván nagyon meghatározza a város életében egy civil szervezet, ami 50 éven keresztül működni tud és együtt tud maradni, és nyilván nagyon meghatározó az is, hogy van egy közösség a város életében, aki színesíti a város kulturális és művészeti értékét. Nem könnyű ma közösséget szervezni, főleg nem könnyű olyan közösséget szervezni, ami valami kulturális és művészeti tevékenységet végez, hiszen az emberek a saját maguk szórakoztatására talán szívesebben jönnek össze most a mai világban, és kevesen vannak azok, akik egyébként nagyon, nagyon fáradtságos munkával dolgoznak azon, hogy másoknak is örömet okozzanak. Ez a kórus, ez ilyen kórus, és én nagyon-nagyon remélem, hogy az 50 év az nem a vége, hanem csak egy megállóhelye, vagy egy állomása
a kórus életének, és remélem, hogy lesz az 50 után 55 és esetleg 60. születésnapja is a kórusnak, és nagyon remélem, hogy a többi művészeti együttes is a városban legalább ilyen szép kort megér.